Köszöntöm nézőinket, önök a Kanon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egyetemi modellváltás kérdésekkel. Pécsen még kivárnak a tárgyalásokkal. Épületfelújítás, zöld terület, közlekedés. A belváros fejlesztését tervezi a pécsi képviselő. Mentesülhetnek a kiárási korlátozások szabályai alól. Igazolást kaphatnak a beoltott lakosok. Több bajnokságban is érdekeltek. Újra edzésben a Kozár Michelin kézilabda csapat. Napok óta a Pécsi Egyetem jövőbeni működéséről szólnak a hírek, vélemények hangzanak el a fenntartói modellváltás ellen és mellett. Azonban az egyetem legfelső döntéshozó testületének üléséig nem szólalt meg az ügyben az intézmény vezetése sem. Csütörtök délután döntöttek volna az előzetes tervek szerint arról, hogy megkezdik a tárgyalásokat, vagy sem a modellváltásról. Azonban ez a kérdés egyelőre lekerült a napirendről. Milyen fenntartásban működik tovább az egyetem a jövőben, lesz vagy nem modellváltás? Ezek a kérdések foglalkoztatják a Pécsi Egyetemhez köthető tanárokat, dolgozókat, diákokat már napok óta. A Felsőoktatási Intézménynél működő szakszervezet vezetője szerint sok a bizonytalanság a váltás körül, de az biztos, hogy elveszik a közalkalmazotti státuszuk, mondta stábunknak 3 nappal ezelőtt. Helyette ugye a munkatörvénykönyvvel lép életbe, az összes, majdnem az összes kedvezmény így elúszik, ami annak az előnyével járt együtt. De sok mindent nem tudunk, nem tudjuk azt, hogy kiből áll majd a kuratórium, amely irányítja az egyetemet, milyen jogköre lesz a kuratóriumnak, sérül-e az egyetemi autonómia, szerintem valószínűleg igen, hiszen a kuratórium az eddigiek tapasztalata azt mutatja, hogy joga van mindenhez a kuratóriumnak. Az egyetem vezetése nem nyilatkozott. Azt mondták, hogy a csütörtöki szenátus ülésen döntenek arról, hogy folytatják-e a tárgyalásokat a fenntartói modellváltásról. Mint ahogy korábban mondták, az elmúlt hetekben csak tájékozódtak a szakállamtitkárságnál. Ezért várta mindenki az egyetem döntéshozó testületének ülését. A mai szenátusi ülésen nem tárgyaljuk napirendi pontként a felsőoktatási modellváltással kapcsolatos előterjesztést. Ennek az oka a folyamatban levő egyeztetések még nem zárultak le, a karokkal történő egyeztetések a kari tanácsok által megfogalmazott igények szintetizálása folyamatos, valamint országos szinten is egyeztetünk egyfelől elsősorban Szegeddel, másfelől a fenntartóval. Ezt jelentette be a rektor csütörtök délután. Misete Attila elmondta azt is, hogy ellentmondásos hírek vannak arról, mi lesz a klinikai rendszerrel, maradnak vagy sem az egyetemnél. Ezért nem kezdenek még tárgyalásokat a modellváltásról. Az alapítványi fenntartás rugalmasabb működést biztosít az intézményeknek, ez olvasható például a már így működő Budapesti Művészeti Egyetem oldalán. Kiemelik azt is, sajátjukként rendelkezhetnek a váltás után a vagyonukkal, ingatlanjaikkal, illetve saját bevételeikkel. A dolgozók, tanárok, kutatók fizetésénél a teljesítmény lesz az elsődleges, nem az eddigi bértábla. Szorosabb együttműködést alakít ki az új rendszer a piaci szereplőkkel, de megmaradnak a tudományos élet kutatóhelye is. Az államilag finanszírozott helyek szintén maradnak az új rendszerben az intézményekbe jelentkező diákoknak. 12 pontos követelést küldött Péterfi Attilának a városvezető koalíció több képviselője csütörtökön. A Momentum frakció vezetője osztotta meg közösségi oldalán a levelet. Ebben többek között azt kérik, hogy vonja vissza az MSZP-s alpolgármester kinevezését Péterfi Attila, valamint adja vissza jogköreit a DK delegálta alpolgármesternek Bognár Szilviának. A képviselők nem értenek egyet azzal a gyakorlattal sem, ami alapján a városi cégek vezetőit kinevezték. Kérik az önkormányzati képviselők és a polgármesteri hivatalban dolgozókat esetlegesen érintő összeférhetetlenség megszüntetését is. De szeretnék azt is, ha a város vagy a cégei szerződést kötnek, akkor az teljes terjedelmében megismerhessék a képviselők. A csapadékvíz elvezetésének megoldását, a színház épületének felújítását és még számos más fejlesztést tervez a Pécsi Belváros önkormányzati képviselője. Kővári János legkésőbb februárban a közgyűlés elé szeretné vinni elképzeléseit. Az ÖPE-KDNP frakcióvezetője stábunknak elmondta, mindezek mellett a Líceum templom helyreállítását is támogatja, amire a pécsieket is biztatja.
Számos fejlesztési tervvel készül a pécsi belváros vonatkozásában Kővári János. A városrész önkormányzati képviselője főként a Király utcára és annak környékére fókuszál. Mint mondja, egy olyan rekonstrukcióra lenne szükség, ami többek között a csapadékvíz elvezetés problémáját tárja fel, hiszen a nyári villámárvizek sok gondot okozhatnak a sétáló utcában. Természetesen a most 125 éves Pécsi Nemzeti Színházra is ráfér már egy alapos felújítás, amit már évek óta szeretne a színház vezetése. De folyamatban van a Cella Szepti Hórának a felújítása, interaktív átétele is. Ez már egy ilyen folyamatban lévő pályázat, ennek a befejezése mindenképpen nagyon fontos lenne. Emellett a belváros zöld felületeire is oda kell figyelni, itt van ebből ugyanis a legkevesebb. Továbbra sem elhanyagolható kérdés a közlekedés. A képviselő szeretné, ha az autómentes közlekedés minden lehetőségét megvizsgálnák. Előterjesztésként ez most még nem tud, először majd azt kell elfogadni, hogy a város a korábban elfogadott stratégiai dokumentumait megújítja, amik egyébként megágyaznak nyilván a projekteknek. Tehát most a közgyűlésen még inkább a stratégiai kérdések lesznek, viszont én készülök azzal, hogy ezeket a projekt javaslatokat, amit lehet, ha előbb nem, akkor a februári közgyűlésen mindenképpen be szeretném nyújtani. Bár nem a fejlesztési tervek közé tartozik, Kővári János felhívta a figyelmet a Líceum templom helyzetére is. Az épület ugyanis a horvátországi földrengések következtében megrongálódott. A képviselő maga is támogatja ennek helyreállítását, és erre biztatja a pécsieket is. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt szerdán 145 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, közölte a koronavírus járvány elleni védekezését felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón. Kis Róbert alezredes elmondta, a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-i hatályba lépése óta már 20.618 rendőri fellépés történt szabálytalan maszkviselés miatt. A maszkviseléssel kapcsolatos szerdai intézkedések közül 127 a 10.000-nél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott kötelezettségek be nem tartása miatt történt. 27 embert figyelmeztettek, 46 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, és 54 feljelentést tettek a rendőrök. Plastikkártya mentesítheti a már beoltott lakosokat a kijárási korlátozás szabályai alól. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy aki már átesett a koronavírus fertőzésen, vagy megkapta a vakcinát, igazolást kap róla, ami bizonyos jogosultságokkal jár. Bár erről még nem döntött a kormány, a tömeges oltás megkezdése előtt azonban biztosan nem lazítanak a mostani szabályokon. Előnyt élvezhetnek azok, akik megkapták a koronavírus elleni védőoltást, vagy nemrég átestek a fertőzésen. Erről is dönt hamarosan a kormány, közölte Gulyás Gergely csütörtökön. Egy plastikkártyáról lenne szó, aminek birtokában a védettséget élvező személyek mentesülhetnek a kijárási korlátozás szabályai alól. Megkérdeztük a pécsieket, mi a véleményük erről a tervről. Van, aki szeretné, van, aki nem. Mert ugye, aki nem akarja beoltatni magát, gondolom, hogy annak erre nincs szüksége. De szerintem jó, az én véleményem szerint jó, ha van. Hogyha rendbe jönnek a dolgok, és mindenki megkapja, és nem terjed már tovább a betegség, akkor ugyanúgy, hogy fog menni a gazdaság, az embereknek az élete, minden. A védőoltást nem a kártyáért adjuk, hanem egyszerűen a célért, hogy ne legyenek betegek az emberek, vagy egyáltalán védettek legyenek. Nem kell különbséget tenni az emberek között. Mert hogyha szabadon lehet választani, nem kötelező, akkor ne érje őket hátrány. A tervek szerint február közepétől érhető el az igazolás, arról pedig külön dönt a kormány, hogy ez milyen jogosultságokkal jár. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy addig nem lehet a kijárási korlátozáson lazítani, amíg meg nem kezdődik a tömeges oltás. Ennek érdekében már folynak a tárgyalások Kínával és Oroszországgal is. Olyan vakcinákat szeretnénk csak beszerezni, amivel már több millió ember beoltottak, és természetesen Magyarországon csak a hatóságok által biztonságosnak és hatékonynak minősített és engedélyezett vakcinával lehet oltani. Ráadásul az oltás továbbra is nem csupán ingyenes, de önkéntes is. A miniszter megjegyezte, hogy jelenleg kevés vakcina áll rendelkezésre, amit az Európai Unió lassú beszerzésével magyarázott. Elmondása szerint a jelenlegi intézkedések február 1-jéig vannak hatályban, amelyeket a jövő héten felülvizsgálnak.
Egészségügyi mérnökképzés indul szeptemberben a Pécsi Tudományegyetemen. A program műszaki és informatikai megoldások orvostudományi alkalmazási lehetőségeinek keresésére épül, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MTI-t. A program mesterfokozatú oklevél megszerzését teszi majd lehetővé, és erőteljesen alapoz a hallgatók természettudományi ismereteire. Így elsősorban műszaki, informatikai, orvos és egészségtudományi, valamint természettudományi szakon végzettek jelentkezésére számítanak. A biotechnológia és az ahhoz kapcsolódó határterületek, a jövő technológiái a szakemberekre ezen a területen biztos jövő vár, áll a közleményben. Kalapáccsal akart elégtételt venni vért sérelme miatt egy 80 éves férfi tavaly augusztusban. Egy baranyai kistelepülésen keveredett vitába egy nővel, aki szerinte rossz helyen parkolt, és ez zavarta őt. Ezért használta fegyverként az eszközt, de a nő ki tudott térni az ütés elől. A hírek szerint az idős férfi igazi bajkeverő, beleköt a lakókörnyezetében élőkbe, veszekedést, vitát provokál mindenkivel. Egy ehhez hasonló kalapáccsal támadt az a 80 éves férfi egy nőre tavaly augusztusban, aki azt kifogásolta, hogy rossz helyen parkol a nő. Ezért ordibálni kezdett vele, miközben neki támadt a kalapáccsal. A feje irányába suhintott az eszközzel, és azt kiabálta, hogy szétveri a fejét. A nőnek sikerült kitérni az ütés elől. Ezt követően közöttük egy dulakodás alakult ki. A nő végül is úgy tudta tulajdonképpen elhárítani ezt a támadást, hogy jelezte a férfinek, hogy a rendőrséget értesíteni fogja. Ekkor a férfi, mielőtt elment volna a helyszínről, egy alkalommal a kalapáccsal a sértett gépkocsijára is ütött. Az elkövetőnek a cselekménye a súlyos testi sértés büntet kísérletének a megállapítására alkalmas, ugyanis a hölgynek a sérülései 8 napon belül gyógyultak, valamint a felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntetének a megállapítására, ezeknek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. A szóvivő azt mondja, a nyomozás során kiderült, hogy szabályosan parkolt a nő. Az is kiderült, hogy az idős férfi kora ellenére rettegésben tartotta a környezetében élőket. Folyamatosan veszekedéseket provokált, fenyegetőzött többekkel. Az eset a Baranyai Birjánban történt. Szerda délelőtt Mohácson egy személyautó a református temető téglafalába csapódott. A jármű áttörte a falat, becsapódáskor a vízmű fedőlapját is eltolta. A fal túloldalán sír, illetve egyéb építmény nem volt. A személyautóban kinyíltak a légzsákok, sérült az autó eleje, valamint az első és oldalsó szélvédők is kitörtek. Az autó átvizsgálását követően a mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, illetve a falról a járműre esett, valamint még mozgó tégladarabokat eltávolított. Az autóban csak a járművezető utazott, személyisérülés nem történt. Negyed évszázados a Pécsi Fordan Táncklub. Az eltelt 25 év alatt több mint 100 kiemelt bajnokság, táncverseny vagy gálaházigazdái lehetett a klub. A 2020-as év több változást is hozott a Pécsi Fordan Táncklub életében. A Covid-járvány miatt tavasszal csaknem 3 hónapig online foglalkozásokat tartottak a táncosoknak, majd a táborok után november óta csak az igazolt versenyzők vehettek részt a jelenléti edzéseken. Most pedig új helyre költözött a klub, ahol 3 táncterem és egy nagy közösségi tér várja majd az újrakezdést. Igazán mindent hoztunk magunkkal, ami ott volt. Ugye nem egyszerű volt a költözés, ott 760 négyzetméter, itt egy picit kevesebb, de ez a 450 négyzetméter azért az mindenképpen impozáns. 3 tánctermet tudtunk kialakítani, egyenként 100 négyzetméter, úgyhogy itt jó helyük lesz a gyerekeknek, parkett, a tükör, ugyanúgy hangtechnika, fénytechnika. Nagy tér van a szülőknek, akik várakoznak a társalgóban, kialakítottunk egy recepciót és egy közösségi teret, ahol gyakorlatilag lehetnek a fiatalok, várják az órakezdését, az edzés kezdését itt, úgyhogy kicsit nagyobb térben vagyunk itt ilyen szempontból. Egyre népszerűbb a távfő a pécsi ingatlan fejlesztők és felújítók körében. Az elmúlt években lendületet kapott társasház építkezéseknél sokan a távfőt választották, emellett több műemlék épület korszerűsítésénél is ezt a megoldást alkalmazták. A távfő számos egyéb előnye mellett a levegővédelemhez is hozzájárul, hiszen a kéménymentes övezetekben tisztább a levegő, egészségesebb a lakókörnyezet. A távfőszolgáltatás jól alkalmazható a műemlék épületek felújításakor is. Pécs emblematikus épülete, a város egyik jelképének számító székesegyház a közelmúltban szintén a környezetbarát távfőre váltott. A 60 éves olajkazán kiváltásával a pécsi bazilika régi gondja oldódott meg.
A Kozár Miszlenye SC női kézilabda csapata az NB1-1B-s bajnokságban, valamint a Liga kupában és a Magyar kupában is érdekelt. Zenko Kordi együttese január első hetében kezdte meg újra a közös munkát. A legfontosabb cél most a vezetőedző szerint, hogy mindenki egészséges maradjon, elkerüljék a sérülések a játékosokat, aztán jöhet az, hogy hányadik helyen végeznek a bajnokságban. Hosszú távú célokért dolgoznak Kozár Miszlenyben. Zdenko Kordi, az NB1B-s női csapat vezetőedzője, egy 2-3 éves ciklusban gondolkodik, és mint fogalmaz, a hamarosan rajtoló tavaszi szezon egy lépcsőfok ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjék. A csapat már túl van egy kőkemény kéthetes felkészülési cikluson. Több célt fogalmaztunk meg a tavaszi bajnoki szezonra. Az első és legfontosabb, hogy mindenki egészséges maradjon, de fontos az is, hogy senki se sérüljön meg. Ezek után következik az, hogy minél előbb stabilizáljuk a helyünket a középmezőny elején, majd pedig jöhet az a cél, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán. A gárda, mely idén 3 versenyrendszerben érdekelt, pénteken a Liga kupában lép először pályára Szekszárdon. Most a téli alapozásnak az elején vagyunk, és inkább ez a felkészülésünknek egy része. Persze fontos, hogy győzzünk, de ugye a Liga kupában már biztos a továbbjutásunk, szóval szerintem a mester ezt arra fogja felhasználni, hogy mindenki játék lehetőséget kapjon, és az alapozáson menjünk tovább a megkezdett úton. Még egy mérkőzése lesz a gárdának januárban, mégpedig 31-én, amikor a Mohácsi Tie 1888 csapatát fogadják a Miszlenyiek a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Az NB1B-s bajnokság február 6-án folytatódik. Akkor a lányok a DKKA U20 vendégei lesznek Dunaújvárosban. A régió híreivel folytatjuk. 400 millió forintból épül új óvoda és bölcsöde Gerjenben. A beruházás egy toppos pályázat keretében valósul meg. Az alapkő letételén Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárcanélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Gerjen több irányból megközelíthetővé válik a különböző fejlesztésekkel. Így szükség van a helyi infrastruktúra bővítésére, gyerekek elhelyezésére alkalmas oktatási intézmények létrehozására is. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, hogy a toppos pályázatoknak köszönhetően már 30 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések az országnak ezen a részén. Elhelyezték az új korszerű óvoda és bölcsöde épületének alapkövét Gerjenben. Ez a település számára rendkívül fontos beruházás, mivel 5 év alatt megduplázódott a gyerekek száma. Nagyon nagy szükség volt erre a beruházásra, illetve ennek az épületnek a megépítésére, hiszen a régi óvodai épület, pontosabban még a meglévő óvodai épületünk, amit mi már úgy azért emocionálisan régi óvodai épületének nevezünk, látva azt, hogy már egészen előre haladott a nálunk ebben a beruházásban. De nagyon sok munkálatot venne igénybe ahhoz, hogy tényleg a mai modern kor követelményeinek megfelelő épületet tudjunk biztosítani a gyerekek számára. A fejlesztés jóvoltából már nem csak óvodája, hanem egy 14 fős bölcsödéje is lesz a településnek. Az épületben egy kétcsoportos óvoda, torna és sószoba is helyet kap. A csoportszobák száma tovább bővíthető, amennyiben szükség lenne rá. Márpedig biztosan többen fognak letelepedni a településen, Paks közelsége, a közeljövőben megvalósuló út- és lakópark építése, valamint a Magyar Falu program és a családtámogatási rendszerek miatt. Kinyílik a világ Gerjen előtt, így szükség van ezen fejlesztésekre, fogalmazott Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Kitágult a település lehetősége, mert ide lehet lakóparkot is, lehet kikötőt is, majd hosszú távon lesz naperőmű is, nem sokára határba. Tehát azt gondolom, hogy az egyik legtöbb lehetőséget, az Gerjen fogja pont a Kalocsait közelsége, az új bekötőút. Mintegy 400 millió forintos topforrásból valósul meg a beruházás. Tolna megyében több mint 30 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból épültek-szépültek a települések az elmúlt években. Fehérvári Tamás, a források elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, munkatársaival azon dolgoznak, hogy a jövőben megérkező források is megfelelő helyre kerüljenek. Az a cél, hogy Tolna megye olyan része legyen az országnak, ahol szívesen telepednek le az emberek.
Ehhez kellenek a különböző oktatási intézmények is. Már készülünk az úgynevezett top 2-n, de szerintem nem is top 2 lesz, hanem ez egy elég új alapokon álló, de további fejlesztési lehetőségeket tartalmazó pénzforrás, ami azt hiszem, hogy magyar forrás lesz. Egyelőre ugye nem látjuk a külföldi lábát, de szerintem ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy lesz. Ami azt jelenti, hogy a településeinken, Tolna megye településein is lehet álmodni. Ki lehet találni, hogy mi lesz a jövővel. A gerjeni óvoda és bölcsőde kialakítása várhatóan idén összefejeződik be. Elfogynak a tartalékok, nem sokáig tudnak már talpon maradni a vendéglátó egységek üzemeltetői. Az egyik szekszárdi pap tulajdonos azt mondja, a túlélésért küzdenek, mert hónapok óta nem nyithatnak ki. Egy másik dombóvári söröző tulajdonos szerint pedig már csak márciusig maradt megtakarításuk. A Tolna megyei iparkamara elnöke úgy véli, a vendéglátós szektornak a mostaninál több kormányzati támogatásra lenne szüksége. Nem bírták tovább. Több ezer vendéglátós döntött úgy múlt pénteken Olaszországban, hogy a kormány rendelete ellenére mégis kinyitnak. A kezdeményezéshez nagyjából 50 ezer étterem csatlakozott. A magyarországi vendéglátósoknak is megterhelő, hogy nem nyithatnak ki. Borza Emese egy szekszárdi söröző tulajdonosa azt mondja, tartalékokból él, és közel 1 millió forinttól esik el havonta úgy, hogy többek között bérleti díjat, rezsit és alkalmazottat is fizetnie kell. A vendégeink napi vagy heti szinten kérdezősködnek, hogy mikor nyitunk, mi pedig otthon várjuk a csodát, hogy mikor tudunk újra jönni dolgozni, mert már nagyon szeretnénk. És hát én számolgattam, úgy gondolom, hogy nagyságrendileg a március-április, amíg még ezekkel a tartalékokkal húzni tudjuk, de utána egyáltalán nem. Nekem is 14 emberem van, kicsit megtartottam mindenkit. Ez a dombóvári étterem hasonlóan az ország más vendéglátó egységeihez már hónapok óta zárva tart. Harmati Ákos tulajdonos 2 évvel ezelőtt nyitotta meg a bisztrót, 14 munkavállalóval dolgozik. Azt mondja, mint sok kollégája, ők is a fennmaradásért küzdenek. A legrosszabb ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mikor és mit csinálhatunk. Szóval meg van kötve a kezünk, de úgy gondolom, hogy ha kinyithatunk, akkor, hát akkor úgy gondolom, hogy bombarobbanás fog történni itt egész Dombováron, vagy a környéken, vagy akármelyik étterembe, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánok. A Tolna megyei iparkamara elnöke szerint több kormányzati támogatása lenne szüksége a vendéglátóiparnak, hiszen a pábok, kávézók még házhoz sem tudnak szállítani. Hamar első percet érzve azt, hogy a bérek 80%-át meg kell téríteni, járulékokat meg tökkenteni, sőt, egyéb támogatást is kell biztosítani a bevételek növelése érdekében. Egy felmérés szerint a szilveszteri vendégek elmaradása okozta kieséssel együtt hozzávetőleg 470 milliárd forinttal lesz kisebb a vendéglátóipar bevétele ebben az évben, mint a koronavírus járvány előtti esztendőkben. Jelenleg azzal lehet számolni, hogy elérheti az 1000 milliárd forintot a vendéglátók éves bevétele, az előző évi 1464 milliárd forinthoz képest. A mennyiségi változásokból arra is lehet számítani, hogy a 2020-as és a 2021-es esztendőt követően 2022-ben lehet újra régi a vendéglők világa. Maskarák, fánk, bőség, mulatság és vidámság. A farsang hagyománya a 15. századtól él Magyarországon. Az év ezer részén már lázasan készülnek az iskolák, óvodák vagy különböző szervezetek a farsangi vigalomra. A koronavírus járvány miatt idén azonban ezeket a rendezvényeket sem lehet a hagyományos módon megtartani. Ezek a felvételek még 2019-ben készültek a bátaszéki óvoda farsangján. Idén azonban nem lesz lehetőség ilyen nagyszabású mulatságot rendezni, pedig a néphiedelem szerint a január 6-ától húshagyó keddig tartó időszak, vagyis idén február 16-áig a vidámság, a dőzsülés és a felszabadultság ideje. Ekkor a tavalyi munkák már lezárultak, az évi nagy mezőgazdasági munkák nem kezdődtek el, tehát eleve a mezőgazdasági munkák adnak egy olyan paraszt ünnepet, egy egyszerű keretet ennek az élet, ennek a felszabadult életérzésnek, amit ebben az időszakban ki lehet használni. A farsangi szokások kialakulása az ókori Rómáig vezethető vissza, azonban az első írásos források Bajorországból maradtak fent a 13. századból. Magyarországon a 15. század
században jelent meg először Mátyás király felesége Beatrix olasz kapcsolatai révén. Az utcabálokat vagy karneválokat a néppel együtt ünnepelték, paródia jellegű, alakoskodó játékokat adtak elő. Ezek a szokások a 19.-20. századig fennmaradtak. Farsangkor azonban nem csak mulattak és maskarába öltöztek az emberek. A régi hagyomány azt tartja, hogy ilyenkor tartalmas, zsíros ételeket kell lenni. Jellemzően a disznótoros étkek és a zsírban sült tészták, mint a szalagos vagy a csörögefánk tartozott a maszkabál menü sorára. Természetesen ennek is jelentősége volt. Ezek a farsangi étkek tulajdonképpen az egész évre szóló bőséget próbálják meg megteremteni, egyfajta mágikus jelleggel a termésnek a bőségét, az állatoknak a termékenységét próbálják ezzel a bőséggel mind-mind előidézni. A farsang utolsó fontos momentuma a téltemetés volt, ami hagyomány szerint a megújulást hozta magával. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Egyetemi modellváltás kérdésekkel. Pécsen még kivárnak a tárgyalásokkal. Épületfelújítás, zöld terület, közlekedés. A belváros fejlesztését tervezi a pécsi képviselő. Mentesülhetnek a kijárási korlátozások szabályai alól. Igazolást kaphatnak a beoltott lakosok. Több bajnokságban is érdekeltek. Újra edzésben a Kozár Mislenyi kézilabda csapat. Pénteken többfelé eleredhet az eső, záporok is kialakulhatnak, néhol akár zivatar. Élénk, erős, helyenként viharos marad a délies szél. 7 és 15 fok között alakul a csúcshőmérséklet északon, északkeleten lesz hidegebb. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!